ez egy nagyon érdekes mese, mert igazából a teremtésnek a legnagyobb titka van benne elmesélve, maga a teremtő. Tehát, hogy hogy működik a teremtő, hogy néz ki, hogy működik, el van benne mondva. Most ezt ne keverd össze azzal a teljesen általánosan elterjedt Isten fogalommal, meg az felejtsd el, a bácsi Istent azt meg teljesen felejtsd el, hogy van egy öreg bácsi, akinek nagy szakála van, és az Isten, és ezt felejtsd el. Nézzük ezt a mesét akkor. Hát ez nagyon érdekes. Ez a Michael Ende nevezetű szerző, itt van rajta a hátsó képen egy ilyen szakállas úriember, ez a Michael Ende itt a képen, majd megnézhetitek közelről is, hogyha valaki meg akarja nézni. És ez az egész könyv az időről szól, és az a nagyon érdekes, itt van a hozzátartozó illusztráció, nem tudom, hogy látjátok-e. Ez a hozzátartozó illusztráció, az az első kép, ez a színes kép. Tehát ez itt a vizek, és a vizekből kiáll egy toronyszerű hegy. A toronyszerű hegyre spirális lépcső, vagyis út vezet föl, egy ilyen út vezet föl a toronyra. És a toronynak a lege, ennek a hegynek, ez teljesen szokatlan alakú hegy, ugye ilyen hegyet nem igen lehet látni a valóságban. Jó, ennek pont jó a szöge, igen. Tudnék, aki már kicsit beavatott az idő szerkezetébe, az tudja, hogy a fénysebességnél gyorsabban haladó forráselemeknek a hátrahagyott időkupja, az függ a sebességtől, mert menni gyorsabban megy, ez annál hegyesebb ez a szög. És a teremtőnek a szöge az a 3,16 sebesség környezetében van, tehát a fénysebesség 3,16-szorosa. Ez nem a rossz pi, félre ne értse valaki, tehát nem az, hogy nem tudom jól a pit, az 3,14, de ez nem, ez a gyök 10. Ez a gyök 10, az a 3,16, az gyök 10. És az a lényege, hogy mit mond el róla. Most annak, aki már egy kicsit tanult időszerkezettant, annak ez a mese, még ha már másodszor hallja is, akkor is nagyon érdekes lesz, mert elgondolkoztató. Ez egy pár oldalas mese, nem egy olyan túlzottan hosszú, de ezen aztán beszélgethetünk, hiszen ebben le van írva minden, amit az idő szerkezetéről illik tudni, ami nélkül nem lehet az idő szerkezetét megérteni. Az a címe a mesének, hogy Nyözőpisz és Nózipusz. Egy ilyen nagy bajuszos ember van a képen, egy ilyen furcsa cilinderben, a cilinder szélén csengetjük vannak körbe, meg a bajuszán is, meg mindenhol csengetjük vannak. Ilyen kis harangocskák vannak mindenhol. A világhírű viccológus és Blablonomus Stubbs Szaniszló a mesebeli Badaria országot keresve egy napon az óceán közepén felfedezett egy szigetet, mely egyetlen térképen sem szerepelt. Tehát itt jelzi, hogy ez nem egy anyagi dolog, azért nem szerepel a térképeken, de ebben a mondatban már ott el van rejtve, hogy nem szerepel a térképeken, egyetlen térképen sem, mert ez nem anyagi dolog, valami másról mesélek neked. Megparancsolta hajója kapitányának, hogy a part közelében vessen horgonyt, és egy szál magával evezni kezdett a szárazföld felé. Az egész sziget olyan volt, mint egy hegyes, ultramarin kék kalap. Csupán 20-30 méter széles fövenypart volt úgy szólván a pereme, mögötte töredezett közegből álló kúp alakú hegy emelkedett. Semmiféle növényzet nem volt a szigeten, sem fa, de bokor vagy moha sem. Ahogy Stubbs a hegyet körbejárta,
és megpróbálta felbecsülni, milyen magas is lehet, hirtelen egy útjelző előtt találta magát, amely két irányba mutatott. Jobb felé mutató karon ezált nyőzőpiszhez, a másikon ezt a feliratot olvasta Nózipuszhoz. Stubbs először nem tudta eldönteni, hogy merre menjen, mert nem óhajtotta egyik nevet sem előnybe részesíteni a másik rovására. Egyszer csak felfedezett valamit, ami a választást megkönnyítette. Egyszerűen nem volt más út, mint az, amelyik jobbra vezetett, bal felé, tehát amerre Nózipuszhoz lehetett volna menni, úttalan sziklás vidék terült el. Ugye ez már mond valamit, hogy csak az egyik irányba lehet elindulni, a másik irányban nem, nincs is út. De ez majd mindjárt érdekesen fog alakulni, ez a történet. Stubbs tehát a nyőzőpiszhez vezető, kényelmes, jól épített út mellett döntött, amely egyre csak jobbra, nagy szerpentinnel vezetett felfelé a hegykúp oldalán. Ez a nyőzőpisz nyilvánvalóan fent lakik a csúcson. Miután körülbelül a hegy derekáig ért, a felfedező megállt, hogy szusszanjon egyet és visszanézzen. Megpillantotta a hajót, amely kint a nyílt tengeren horgonyzott, látta a parton a kis csónakot is, de hová lett az út, amelyen idáig jött? Nem volt többi út, nyomtalanul eltűnt. Azaz, mögötte nem volt többi út. Mert az a szakasz, amely még előtte volt, és a csúcsra vitt, kétségtelenül létezett. Ez a felfedezés meghökkentette a kutatót, mert kényelmetlen érzés fogta el, hogy csapdába került. Óvatosan lépésről lépésre haladt felfelé, közben hátra-hátra pislogott, és valóban megfigyelhette a lépései mögött, az út elmosodottá válik, és eltűnik, de úgy, mintha soha nem is lett volna. Stubbs megállt, és elgondolkodott. Menjen-e egyáltalán tovább, vagy nem volna-e tanácsos visszafordulni? Ám az azt jelenteni, hogy össze-vissza hasadozott kék sziklák között kellene lemásznia. És a közben elveszti az egyensúlyát, lezuhan, és kezét lábát töri. Azon kívül morfondírozó Stubbs, maga az a különös körülmény, hogy az út eltűnik, még nem elegendő ok arra, hogy feladja a vállalkozást. A mesebeli Badaria országának felfedezése még biztosan sokkal nehezebb feladatok elé fogja őt állítani. Azt sem lehetett éppenséggel mondani, hogy a dolog igazán fenyegető lett volna, hisz eddig végül is semmi rossz nem történt vele. Összeszedte tehát a bátorságát, és ment tovább felfelé. A szerpentin egyre szűkebb lett, minél közelebb ért a csúcshoz, és amikor az utolsó kanyart is maga mögött hagyta, váratlanul egy szegényes külsejű, kerek fakunyó előtt találta magát. Az út a kunyhó ajtaja előtt ért véget. Stubbs közelebb lépett, és egy névtáblán ezt a feliratot olvasta. Nyőzőpisz. A látogatás szívesen veszi, de nincs értelme. Kéretik legalább 7-szer kopogni. Na, de ezek nincsen, én nem voltam ezzel összebeszélve, szóval ez azért érdekes történet. Kéretik legalább 7-szer kopogni. Stubbs, tehát 7-szer kopogott, 7 hangot adott, ugye, tessék észrevenni, hogy a minden kopogás egy-egy hanghullámot kelt, vagyis egy hullámot kelt, na szóval, hogy rágjam a szátokban. Tehát így 7 hullámról van itt szó. Stubbs tehát 7-szer kopogott, aztán a legalább szócska miatt még 3-szor. Igen, ezeknek lesz értelme. 3-szor
Nem 3x7, te nem jól számolsz, mert a 7 meg 3 az nem 3x7. De még 3x7-at, vagy még csak 3-at? Még 3-at, igen, abban az van, hogy még 3-at kopogott, tehát összesen 10-et magyarul kopogott, és a 10-nek is lesz értelme, mert 10 originális van. Összesen. Tehát a teremtésben összesen 10 originálisról tudunk. De a földön kívüliek is csak ennyiről tudnak, akik egy kicsivel többet tudnak a teremtésről, azok is azt mondják, hogy ha kérdezed tőle, hogy hány teremtő van, hát 10. 10-ről tudunk. Gyuri, de melyik számrendszerben? Az teljesen mindegy. Ha melyik számrendszerben mutatom, tehát ha akkor így mutatom, ez 10. Érted? A feléz. Hát dehogyis. Hát ugye, már ez 15. Ez már 31. Hát a kettes számrendszerben mondom. Hát azért mondom, hogy melyik számrendszerben 10. Hát melyik számrendszerben. Ne jó, hát 10-es számrendszerben 10. 10 van, igen. Ezután fülelt és hallotta, hogy a kunyhó belsejéből valami nez közeledik, mint a sok-sok csengettyű csilingelne. Az ajtó kinyílt, és egy egészen különleges figura jelent meg a küszöbön. Kis ember volt, Stubbstól alig magasabb, tulipiros öltözetben, ugyanakkor a tulipiros cilinderrel a fején, vastag orra alatt hatalmas fekete bajuszt viselt, melynek a végei fél méternyire nyúltak jobbra-balra, mint a két török szabja. A karján és lábán, a kalapja peremén, a fülében, sőt, még a bajusza végein is ezüst csengettyűk fügtek, melyek minden mozdulatnál csilingeltek. Ami a mozdulatokat illeti, azokkal a különös fickó nem fukarkodott. Ugrált és rángatozott szinte megszakítás nélkül. Miért érdekes ez? Mit mond el itt? Tehát ugrál, megállás nélkül, megszakítás nélkül csilingel, hangot ad. Ha most nem emberre gondolsz meg, nem, hanem van ott valami. Tehát az összes információ eléri, és akkor az ilyen. Igen, mert eléri az összes információ, és ezek háborgatják, lögdösik ide-oda, mert hanghullámszerűen jönnek az információk, nem igazi hangról van szó, csak hanghullámszerűen terjedő valamiről van szó, ezek a gravitációs hullámok, vagy létezési hullámok. Tehát ezt állandóan ide-oda taszigálják ezt a pontszerű forrást, aki itt ez a kis manocska, akinek a nagy kalap van a fején, és ez egy kerek fakunyhóban, egy kerek kunyhóban lakik. Nagyon lényeges, hogy egy kerek jurtaszerű kunyhóban lakik. Ez nincs itt kihangsúlyozva, de a jurta pont ezt utánozza. Tehát a jurta az amellett, hogy lakásra használták, az egy szentély is volt. Mert a jurta az nem mást utánzott, mint magát a teremtő forrást, amiből az egész univerzum felépül. És ezért a jurtában jó volt lenni. Mert nem csak ott jó lenni, ahol nagyon drága dolgok vannak, hanem ott is jó lenni, aminek jó a rezgése. De, mint ahogy a két ember egymással szimpátiát vagy érez, vagy nem érez, ugyanúgy itt is arról van szó, hogyha van egy szakrális hely, és itt a szentet kell ez alatt érteni, ha az jól van megépítve mondjuk egy épület, vagy egy jurta, most ez ilyen szempontból mellékes, hogy milyen anyagból van, mekkora, ezek most mellékesek. Ha jól van megépítve, megcsinálva, akkor ebben jól érzed magad. Ha nem jól van megcsinálva, nem érzed jól magad benne. És ez benne a nagyon fontos, hogy ő egy kerekházikóban lakik, ami nem más, mint a dimenzió forrás. Tehát eljutott a csúcs tetejére, a csúcs tetején talált egy kerek kunyhót, ez nem más, mint a tűzelem tetején a forrás. Persze itt ne egy álló valamire tessék gondolni egy szigetre, hanem egy fénysebességnél gyorsabban rohanó rendszerre, de a leírás minden eleme pontos. Tehát ő eddig jól mondta, hogy ment fölfelé a hegyre, fölért egy spirális úton egészen a hegy tetejéig. Létezik.
ami addig létezett, még föl nem ért, tehát az időben eltűnt mögötte állandóan, de majd a folytatásban ki fog derülni, hogy mi az izgalmas, mert ennek lesz még folytatása ennek az egész utasdinak. Most elmondja, beértünk a forráshoz, ami nem más, mint a teremtő maga. Ez a vallásokban az atya. A hegy az a fiú. A kiáradás. A csúcsán lévő forrásocska az az atya. És ezért az atya meg a fiú egyek, mert ez a forrás kelti magát a hegyet. Tehát ezek nem tudnak nem egyek lenni, mert ezek egyek, mint a motorcsónak meg a hulláma, mint rendszer, azok egy rendszert képeznek. Az nem az van, hogy tök független a motorcsónak, meg külön a hullám. Ki látott még olyan hullámot, amit semmi nem keltett? Hát a fizika tele van ilyen hullámokkal. Tele van. Nem magyarázza el. Azt mondja, hogy az anyag hullám és részecske egyszerre, de nem mondja el, hogy milyen hullám, mert ez non-herz hullám, ez nem rádió hullám. És ezt nem magyarázza el. Pedig ott van, hát ő mondja, hát ha nem ő mondaná, akkor azt mondom, jó, hát nem tudja. De hát tudja, hogy nem rádió hullám, tudja, hogy hullám, de akkor mi kelti ezt a hullámot? Évmilliárdokon keresztül kelti át a, mit tudom én, egy ilyen elektron 19-en, a neutron meg 24-en, évre mondják, hogy addig stabil. Tehát, hogy az anyag megmaradás törvénye az legalább ilyen, mit tudom én, mennyi ezer milliárd évig stabil az anyag, és akkor kiszámolták, és akkor hát, mondom, jó. Aztán majd megmutatom neked, hogy mégsem stabil, meg mégsem marad örökké, meg keletkezik is anyag, meg tűnik is el anyag a természetben, tehát sok minden nem stimmel ezekkel a nagyon merev, nagyon dogmatikus rendszerekkel. Tehát itt fölmentünk egészen a hegycsúcsáig, a hegycsúcsán ott volt ez a kis manó a sátrában, vagy a házikója, kerekházikójában, állandóan ugrabugrál csilingel, ugye, mert ide-oda taszigálják őt, tehát az információs hullámok, ez a fizikában a Heisenberg-féle határozatlanság formájában jelenik meg, tehát megvan a fizikában, felfedezték, hogy amikor lemegyünk már a Planck távolság közelébe, akkor az elektronot már nem lehet meghatározni, hogy itt az elektron, már csak egy felhőt lehet meghatározni. Na, mert olyan gyorsan cikázik ide-oda, hogy olyan sok helyen létezik egyszerre, így is lehet mondani, hogy ezért egy felhőnek látjuk. De igazából csak egy darab elektronról van szó, igen, de hány létezésben? Mert ahány hullámrendszer eléri, annyiszor létezik. Mindegyikben máshol. Ezért lesz felhő. Mert minden hullámrendszer a saját ábrázolási rendszerében látja, és ott mindenhol máshol van, máshova esik. Ezért csak egy felhőn tudunk meghatározni, ami kering az atomok körül. Nem ám egy színusz megy, aztán lerajzolgattak ilyen maraságokat, hogy megy a színusz körbe. Mert hogy ő szeret szinkronizmusba lenni, na, hogy szeret szinkronizmusba lenni az atomi rendszer. Mert neki kényszere van arról, hogy szinkronizmusba legyen, mert magával a térrel is szinkronizmusba kell lenni. Az szinkronizálja össze. Hát az a tér, amit itt lerajzolgatnak ilyen XYZ koordinátorrendszer, az nem. Az aztán nem szinkronizál semmit. Hát de nincs is olyan tér. Még a geometriában sem igazán jó az, na de hát a fizikában aztán reménytelen. Hát ezért nem haladnak sehova. Mert azon görcsölnek 100 éve, hogy mindig visszatáncolnak a koordinátorrendszerhez. Nem tudnak tőle elszakadni. Már réges-régen kellett volna szakadni, de nem tudnak. Annyira beleszerelmesedtek a koordinátorrendszerbe, de ezt úgy általában még mindenki érti, és kész, azon túl nem engednek. Na most azt már biztos vagyok benne, hogy 50-60 éve már tudják, hogy ez nem igaz. De a tankönyvekben még mindig ez van. Tehát ott van a probléma, hogy még elektron, még bogyó, még kering, mint a bolygó, tehát nem tudnak elszakadni ezektől a borféle atommodellektől, meg egyebek, nem tud elszakadni. Agyilag nem tud elszakadni. És aki valaki már azt megtanulja, és okosnak képzeli magát, semmi köze az okossághoz, de ő okosnak hiszi magát, mert ő azt el tudja mondani, hogy néz ki egy atom. Hát nem úgy néz ki, a helyzet az. És az az érdekes, hogy az, aki ezt írta, az tudta.
mert az eljutott egészen a világegyetem legalapvetőbb valamiéig. Mert aki ezt leírta, meg lerajzolta, mert az a illusztrátor is tudta, mert aki lerajzolta ezt a tahionta, és nagyon pontos szöggel lerajzolta az ábrába, az beavatott volt. Az biztos. Vagy legalább megmondták neki, hogy ilyen legyen, és akkor olyan lett. Ha megnézed egy kicsit, akkor a templom tornyok pont ilyen szögűek. Nem véletlenül. Tessék, parancsolj. Isten lelke lebeg itt a vizek felett. Itt, Isten lelke lebeg itt a vizek felett. Úgy van, pontosan. Na majd most jön még csak az igazi, mert még... Tessék? Már azt is megfigyeltem, hogy a templom tornyok, tehát amikor megvan ez a szög, akkor mindig alatta van az óra, ami gömbölyű. Hát na, mert az idő. Mert itt az időről van szó. Ez az időnek a második megjelenési formája. Mert az első a vízelem, a második a tűzelem. Piros ruhában volt a kis emberke. Piros ruhában volt a kis emberke. Elmesél az én álmomat. Jó, majd elmeséled, és érdekel. Piros ruhában volt. Aha. Az atya. Aha. Na nézzük tovább azért ezt a dolgot, mert ez így alakul, mint a pupos prés a gyerek alak. Tehát ott tartottuk, hogy ugyanakkor olyan szerencsétlen és halálosan szomorú arcot vágott, mint az ugrándozáshoz semmi, de semmi kedve nem lett volna. És kettelen volt az enyém. Tehát ugye, miről szól a történet? Arról szól, hogy ő nem akar ugrándozni, vagyis hogy egy kényszerítő helyzetben van, azért ugrándozik, mert lögdösik ők a hullámok. De ő nem akar ugrálni, hanem lögdösik, állandóan lögdösik. Persze, mert ez egy kényszer, nem akar ő. Aha, kiáltott fel, amikor a tudományos kutatót megpillantotta. Úgy látom, látogató érkezett. Ez ugyan egy cseppet sem segít rajtam. Mégis legalább tudni szeretném, hogy kihez van szerencsém. Stups, mondta Stups, könnyedén meghajolva. Stups, Stanislaw viccológus, blablonómus vagyok. És fontos felfedező útra indultam. Borzasztó kár, válaszolta a furcsa emberke, és ugrott egyet, amitől az összes csengettyűje csilingelni kezdett. Én nyözőpisz vagyok, de nem érdemes megjegyezni a tisztelt uram, ne is törődjön vele. Mi a borzasztó kár? Kérdezte Stups. És miért nem éri meg a fáradtságot? Ó, nincs értelme, hogy elmagyarázzam önnek, kedves barátom, mert úgysem fogja megjegyezni. Biztosíthatom, ellenkezett Stups, hogy általában egészen jó az emlékező tehetségem. Általában, kiáltott a nyözőpisz, és kedvetlenül legyintett. Az én esetemben semmi hasznát sem veszi. Nem az ön memóriáján múlik a dolog, hanem rajtam. Stupsnak az volt a benyomása, hogy talán nem egészen kívánatos a jelenléte, tessék majd észrevenni, hogy jelen van a jelenpontban. Mert ez a jelenpont, az a kis kúnyó a jelenpont, az a jelen, és nem, de magát a jelen szót is itt használja, a jelenlét szót is használja. Nem egészen kívánatos a jelenléte, ezért rám mindig jellemző udvariassággal így szólt. Elnézését kérem, nyözőpisz úr, ha ne talán zavartam volna. Talán inkább más alkalommal jövök, ha egyszer ráír. Dehogy, az Isten szerelmére ne, válaszolta nyözőpisz rémülten. Kérem, fáradjon beljem, ha már az egésznek semmi, de semmi értelme sincs. Supsz a szegényes kunyhó belsejébe, követte a házigazdát. Ugye miért szegényes a kunyhó? Mert nincs benne semmi. Ugye? De azért lesz benne valami, majd még kiderül. Hát ugye a történet tudjon folytatódni csak azért, de annak is bizonyára lesz értelme. A ház egyetlen helységből állt, és az egész bútor korhat fadeszkákból volt összeszegelve. Nyilván partra vetett hordalékfa volt, az edénykészlet pedig rozsdás bádok konzervdobozokból és hasonlókból állt. Furcsa mód két személyre volt terítve. Ez is érdekes lesz benne.
Nyőzőpisz felszólította Stubbsot, hogy foglaljon helyet az asztalnál. Állandó sóhajtozás közepette teletöltött két plédobozt egy kis hordóból, hajótörésből származó rum, magyarázta, tessék, igyon csak, úgysem tart sokáig. Hát várt engem? Kérdezte Stubbs a vendéglátójának. Nyilvánvaló kétségbeesése részvételt ébresztett benne. Ugyan egyáltalán nem, felelte az panaszosan. A másik pohár eredetileg Nózipusz testvéremnek volt ide készítve, de természetesen teljesen fölösleges, hiszen fogalma sincs rólam. Elfelejtett engem, ahogyan mindenki más is elfelejt. Tessék ezt venni, hogy itt az időről, az idővel játszik. Tehát, hogy a múlt, jelen, jövő, itt az idővel játszik, igen, igen. Ez az én sorsom, kedves uram. Józsefisz majdnem elsírta magát. Őszintén sajnálom, mormogta Stubbs, és kortyot egyet a pálinkából. Alig tudom elképzelni, hogy el lehessen felejteni önt, amilyen a külseje. Józsefisz bánatosan bólintott. Igen, valóban sokat fáradozom azon, hogy minden tekintetben feltűnjek. Ezt a csengettyűs ruhát sem azért hordom, mert tetszik, hanem abban a reményben, hogy egy napon mégis megragadok valakinek az emlékezetében. De tudom, hogy mindez hiába való. Olyan képesség ez, amellyel mindenki magától értetődően rendelkezik, de látja, belőlem teljesen hiányzik, méghozzá kezdettől fogva. Soha sem volt ez másképp. Ön is tisztelt uram, csak addig érzékel engem, amíg maga előtt lát. Abban a pillanatban, ahogy elválunk, többé nem is tud rólam. Olyan tökéletesen elfelejt, mint a sohasem találkoztunk volna. Ugye elhagyja a jelenpontot, és a saját jelenében már nem szerepel tovább. Igen, és már múltban lesz, és már nem is, mert elhagyta őt, akkor csak ameddig maga előtt lát ezt, tehát addig, tehát nagyon szépen elmondja ő ezt az egész titkot, mert ez egy mese, de hogy van ez? Kitalálta, hogy a gyerekek fejébe kell beépíteni ezt a tudást. Mert egyébként az egész az időről szól, tehát ez a varázslóiskola, ez a címe ennek a mesekönyvnek, de már a második kiadásban ez a hegy nincs benne. Már a lényeget azt kihagyták. Kihagyták belőle a lényeget, igen. Mint a direkt? Mert én akkor, amikor az első megjelent, én beszéltem róla. A másodikban már nincs benne. Ezt a pufátlanságot. Ugye milyen érdekes? Tehát a második kiadásból ezt a hegy, ezt a kúp alakú hegyet, ezt már kihagyták. Le akartam, szereztem egy ilyet. És nézem, hát mondom, nincs benne az ábra. A régi kiadást megszereztem, abban még benne volt. Tehát az új, volt ennek, ez sikeres volt, mert beszéltem róla a rádióban, megemlítettem, mit tudom én. Na, meg annyira fölvásárolták, hogy eltűnt a könyv. És mi volt az érdekes, hogy utána a második kiadásban pont a lényeget hagyták ki. A mese benne van, de ez a kúp alakú hegy, ez már nincs benne. Na, azt mondja, hogy valami betegségről van szó, dudakolt a Stubbs, és óvatosan kortyintott egyet a sajátjából. Józsefisz még egyszer töltött magának. Voltam már orvosnál is emiatt fiatal koromba, de azt mondtam magamnak, Józsefisz, belőled nyilván hiányzik valami. Belőled éppen az hiányzik, ami mindenki mást képessé tesz arra, hogy a többiek emlékezetében fennmaradjon. A doktornak pontosan leírtam a bajomat. Töprengő végighallgatott, és úgy nyilatkozott, hogy a dolgot át fogja gondolni. Józsefisz újfenytett hajtásra benyakadta a rumot. És aztán, kérdezte Stubbs, nincs tovább, válaszolta Józsefisz, és könnyeket törölt ki a szeméből. Ahogy eljöttem tőle, természetesen rögtön elfelejtett, így nem is tudott mit átgondolni. Még levelet is írtam neki annak idején, de persze az sem segített, mert nem emlékezett rá,
hogy járt volna nála egy Nyőzöpisz nevezetű ember. Valóban kínos helyzet, ismételte Stubbs. Ha tehát ön most kimenne a szobából, azt hinném, hogy az egész idő alatt egyedül voltam itt. Pontosan. Sohajtott Nyőzöpiszt. Kifacsarta a vajusza két végét, mert közben csuromvizes lett a könnyeitől. De ne értsen félre, uram. Nem azért sírok. Tessék észrevenni, hogy ő ilyen cseppeket áraszt magából kifelé. De vizes. Tessék? De vizes. De vizes. Erről van szó. Vizes. Mert ezek vízcseppek, a könnyek, amiket kiáraszt. De itt szó sincsen arról, hogy ő most szomorú, meg mit tudom én. Ez csak a mese miatt van. De ott van neki a kiáradása, az ütemes kiáradása, hogy csöpögnek a könnyei. Pöty, pöty, pöty. A tűzben a vizek. A tűzben a vizek. És ezt ilyen egyre növekvő gömbsorral szokták ábrázolni. Rengeteg helyen megvan. Tehát megtaláltam rengeteg helyen ábrázolva. Érteni senki nem érti. De az ábrázolások fönnmaradtak. Ókor óta vannak ilyen ábrázolások. Még ókorban is találtam. Tehát nagyon-nagyon régóta minden civilizációnál megjelenik ez a tudás, és senki nem érti. Vagy érti, de aztán nincs akinek átadja, sok hülye nem veszi át. Mert túl izé nekik, túl elvon nekik. Hát nincs meg a tudás. Hát, és nagyon igyekeznek a hatalmak is azon, hogy te csak a dugáson gondolkodjál, semmi máson. De nagyon igyekeznek, hogy semmi máson ne járjon a fejed, pontosan azért, hogy ne gondolkodjál, majd mi helyetted, majd mi tudjuk a frankot, te neked nem kell itt semmit tudni. Mert ezt ebbe akarnak téged bevinni. Hogy ilyen konzum hülye legyél, aki mindent megvesz, meg, és főzabál, és minden, amit eléraknak, azt fogyasszál. Semmi más nincs, csak fogyasszál. Nem kell neked gondolkodni, majd én gondolkodok helyetted, így gondolják. És fizessen. Ja, és fizessél, természetesen. Sokat és folyamatosan. Bizony, mondta Stubbs, így hát ön tulajdonképpen a fivérét várta. Miért nem jött? Soha nem jön. Nem is tud jönni. Nyőzöpisz újra panaszban tört ki. Azaz, talán mégis jön, talán mégis itt is van, már itt is van, de ez nem segít rajtam. Rettenetes, igazán rettenetes. Zavarva vagyok most ön miatt. Ismételte Stubbs. Ha nem nagyon megerőltető, arra szeretném kérni, hogy fejtse ki az esetet kicsit pontosabban. Nózipusznak hívják, kezdte a Nyőzöpisz. Erre teljes bizonyossággal emlékszem. Valóban? Szólt közbe Stubbs. Ezt a nevet ott lenn a hegy lábánál egy útjelző táblán láttam. Így van, folytatta Nyőzöpisz. Csak épp az ellenkező irányba kell menni, hogy hozzájussunk, noha ő is ugyanezen a hegycsúcson, ugyanebben a kunyhóban lakik. És mégis, és mégis. Jaj, kirázott a hideg. Gyönyörű. Ugye? Kezd gyönyörű lenni, ugye? Már aki a kicsit az idő szerkezetét érti, az ember tényleg örömet talál, hogy a francba de jó le van írva mesébe. Újra hangos zokogásban tört ki, és még egy doboz rumot kellett lehajtania, mielőtt összeszedte magát. Stubbs türelmesen várt. Tehát ez úgy van, folytatta végül is a magyarázatát Nyőzöpisz, mi ketten ikrek vagyunk, és a megtévesztésig hasonlítunk egymásra. De jó. Ugyanakkor viszont egészen különbözők is vagyunk, igen, rettenetesen egyenesen ellentétei egymásnak. Ezzel azt akarom mondani, hogy nála a dolog éppen fordítva van, mint nálam. Félbeszakította a mondatot, és szúrósan nézett a vendége szemébe. Mondja csak, mélyen tisztelt uram, talán csak nem volt már nála. Legjobb tudomásom szerint nem, felelte Stubbs. Az biztos, hogy nem emlékezem rá. Nyőzöpisz mélabusan bólintott. Ez a bizonyíték arra, hogy nem volt nála, mert ő rá tudna emlékezni. Sőt,
ez volna az egyetlen, amit tudna. Tehát ez is egy ilyen érdekes történet, hogy a jövőre nem tudsz emlékezni, a múltra meg tudsz. Tehát itt lesz egy ilyen... Igen, a múltra tudsz emlékezni, de a jövőre nem tudsz emlékezni, bár az is létezik, de nem tudsz rá emlékezni. Tehát ez a nagyon érdekes, csak a múltra tudsz emlékezni, és ugye ez az ikertestvér az nem vele egyszerre van, hanem ellenütemben van vele, oszcillál a két rendszer között, és amikor ez van, akkor a másik nincs. Amikor a másik van, ez nincs. Vedd észre, hogy az egyik jobbos, a másik balos. Tehát, hogy ellentéte. Azt is mondja, hogy az ellentéte, de majd még itt majd érdekes lesz. Jözöpisz, ja igen. Szabad ebből arra következtetnem, hogy a bátyja ura nem szenved? És hogy is mondjam, csak ugyanabban a fogyatékosságban, mint ön? Ó, neki is van születési hibája, kiáltott Jözöpisz. De hogy szenvedne tőle, azt a legjobb akarattal sem lehet állítani. Hiszen mondtam, hogy nála a dolog fordítva van, mint nálam. Nózipusz jelenlétét soha nem lehet észrevenni, amíg itt van. Csupán mikor eltávozott, emlékszünk arra, hogy jelen volt. Most például itt lehetett volna velünk, és nem tudnánk róla. Ám amint itt hagyott volna minket, mindketten egészen pontosan emlékeznénk arra, hogy itt volt, és mit mondott, vagy mit nem, mit tett. Tessék, parancsolj. Születési hiba. Hát eleve úgy születnek, hogy nem tökéletes. Tehát mindig harmóniára törekszik. Harmóniára törekszik, ellenkező természetük van, pont majd még kiderül, hogy az egyik hazudozós is, meg mit tudom, hogy mindjárt kiderül, meg lopós, meg hazudozós, és ilyen. A random 11-ben a 13-as szám a hibát is jelent. A random 11-ben a hiba az 13, igen. Mert a vagonásoknak 13. Hát igen, mert én a 13-as most így kutatom, és az egy feljebb való minőség a 13-as, tehát a rendszerben nem 12 van, hanem 13. Na, Stubbs, persze, a 13. ülést szabadon szokták hagyni. Hát a babonások. Nem, nem, az hotelokban nincs 13-as szoba. Igen. Hotelokban, meg az babonára van nincsen, de például a kerekasztal lovagjainál ugye 12 szék van, és van egy 13. amit mindig üresen hagynak. A 13. ahol a Jézust várják. Nem oda a Jézust várják. A Jézust, nem, ez mindig az egy az ő másik. Helye. És mikor a parfümfilmet magyaráztam, hogy ez tiszta időfizika, ott is 13 illat, és a 13. az eszencia, nem sokkal, és ugye jó meg a rossz váltakozása, és ott a, nem tudom, hogy látod a filmet. Hát az egy szegény ember, aki a sátán, de megcsinálja a parfümöket, megöli a 12 nőt is. Ja, igen, azt láttam. A 13. ugye az eszencia. Zsírral leszedi róla az illatát. És akkor ki akarják végezni, és akkor van egyedül kék ruhába, mert egyébként mindig szegény, és akkor kiengedi a parfümöt, és kiáramol a hullám, és akkor ugye, hogy már az angyal, és ott a gyerekek, ez az Istenről szól, a jó meg a rossz, tehát ugyanaz. Persze, arról szól, arról szól. És hát jól van, nézzék, és megrepett a poharam egy egyesre. Elmondtam ezt egy helyen, és utána a saját poharam, amivel a vizet ittam, egy szabályos egyesre repett. Ha, főnök, tessék, főnök, meg, főnök szólt, hogy igen, eltaláltad nagylányom? Igen. Igen, nagyon igen. Sok jó dolog, de csak időfizikailag, mert blőd a film maga, de nem úgy kell nézni. Persze, mert üzenet van benne, csak sokféle üzenet. Módon üzen, sokféle igen. Módon elmondja, ez is az egyik elmondási mód. Azt csinál a film, mert így a felső dimenziókat lehozza a harmadik dimenzióba, hogy hú, angyal is van egy szeretet, és akkor egy orgia lesz ugye a főtéren. Hát ez a három dimenzióban ugye a szex, de hogy fönti szinten, nekem abszolút egy ilyen, hú, így egyszerre így az egész rendszert úgy bemutatta nekem ez a film. Igen, láttam, érdekes volt.
Stubbs nem tudott szabadulni attól az érzéstől, hogy minden összezavarodik a fejében, pusztán azért, hogy közbevessen valamit, ezt mormogta. Azt az egyet megígérem önnek, hogy átadom az üdvözletét bátya urának, ha véletlenül találkoznék vele. Ugyan már, kiáltotta a nyőzőpisz, aki lassan elvesztette a türelmét, de hiszen nem is érti, amit az ember mond. És öntudományos kutató, hogy az én szeretett ikertestvéremnek átadja az üdvözletemet, az teljesen ki van zárva. Először is, mert az ő esetében ön mindig csak utólag fogja megtudni, hogy találkozott vele. Másodszor, mert ön rám többé nem emlékezhet, mihelyt elváltunk egymástól. Pontosan ez az oka, hogy nem tud az itt létemről, és nem is fog tudni róla. Ennyit legalább megértett, uram? Stubbs bólintott, inkább udvariasságból, mint sem meggyőződésből, mert ezt senki nem érti. Tehát senki, azért a mesébe is beleírja, hogy inkább bólintanak, mintha értenék, de közben senki nem érti, hogy miről szól a mese. Pedig a mese elmondja a frankot, de hát úgyse értik meg, hiába mondja. Ez a világ legnagyobb titka az idő működése, és elmondja, de hát még a Stephen Hawking nem tart itt az idő szerkezetében, mint ahol a Michael Endre tartott. Csak bizonyára jó fizikus volt ő, csak nem írhatta le. Mert abban a pillanatban leírja, elvesztette az állását. Tehát semmivel sem romlott az inkvizíció pozíciója, mint amilyen volt. Pontosan olyan. Megváltozott. Csak az eszközök változtak meg. Nem változott semmit. Nem változott semmit. Ugyanolyan gonosz, ugyanolyan kispályás, ugyanolyan agyilag, ugyanolyan zokni. Pontosan ugyanaz a lényege, ugyanolyan hülye, dogmatikus, nem változott semmit. Ezért nem halad az emberiség 5-ről a 6-ra, mert hogy ugyanolyan agyilag zokni. Tehát azok, akik vezetik az emberiséget, a vezető tudósok, nem képesek a dogmáiktól elszakadni. Akkor sem, amikor már látják, hogy egy szó nem igaz belőle, ugyanúgy a vallási dogmatikus sem tud elszakadni. Tehát ő fújja a dogmáját, mert tudja, hogy ezt meg kell őrizni. Csak az a baj, hogy már nem érti, és elkezdi ezért félremagyarázni. Na, akkor kezdődik a baj. Mert amikor már nem érti, hogy milyen összefüggések vannak. Ezt a mesét, ezt figyeld, aki nem tanult az időszerkezetéről, vagy nem egészített ki ezzel a tannal, az életben meg nem érti. Elolvassam, mese, hallottam, jó van. Érdekes kis mese volt. Na jó, folytatta nyőzőpisz. Elhiszem, hogy eddig a dolog még egész egyszerű. Bonyolult tulajdonképpen azáltal lesz, hogy az én szeretett Nózipusz ikertestvérem külsején nézve a megtévesztésig hasonlít rám. Ugyanilyen ruházatot visel a kis csengettyükkel, valószínűleg tréfából. Ha a jelen pontot megnézed, akkor ugye az a femtoszekundumnál is sokkal gyorsabban váltogatja magát ide-oda. Lehet-e másmilyen a kinézése a másik, az ikertestvérének? Ugye, mert ez egy jelenpont két oldala, oszcillál ide-oda. Tehát ugyanott kell legyen a kalapja, ugyanott kell legyen a csengetyűje, meg ugyanott kell legyen a testvére is, mert olyan gyorsan nem is tudná levenni a kalapot, vagy feltenni, érted? Csak ugyanott lehet mindene, pontosabban, semmilyen sem lehet ugyanott, csak majdnem ugyanott. Mert ha ugyanott lenne, nem lenne mozgás. A mozgás úgy keletkezik, hogy átmegy a túloldalra, ott egy picit elmozdul, aztán visszajön erre az oldalra, ez is egy picit elmozdul. Azt megint átmegy a túloldalra, elmozdul. Tehát az antianyagvilág ugyanitt van, pontosan ugyanitt, és az a nagy szerencsénk, hogy nem jön át ide. Mert akkor itt csak egy nagy gödör lenne. Akkor hát robbanna. Tehát egyszerűen... Mit? Az is. Mind a kettő eltűnne. Milyen szép szivárványon ott néz meg. Ott fönn a deszka. Aha. Jaj. Az a prizma csinálja, persze. Valószínűleg tréfából. Ugyanis
a belsőnkben, a jellemünkben teljesen különbözők vagyunk. Ugye ugyanazt mondta el, amit én, hogy a kettő nem lehet egyforma, csak majdnem ugyanott lehet, de ugyanazt nem csinálhatja, mert akkor nem történne semmi. Akkor egy helyben állna, és akkor... Akkor egy helyben állna, nem lenne mozgás, nem, ugye? Ugyanezt mondta. Akkor találkoznának. Akkor találkoznának. Ő például velem ellentétben, itt van a szövegben, milyen érdekes, mindig szerfelett vidám, és hajlamos mindenféle csinytevésre, amelyek időnként egyenesen felelőtlenek. Ó, bizony csúnya dolgokról mesélhetnék önnek, hogy miket művel. Ugyanis nyugodt lélekkel megengedhet magának bármit, hisz jelenlétét senki sem veszi észre. Aztán természetes, mert ugyanitt van a tükörvilág is, de senki sem veszi észre a jelenlétét, mert nem egyszerre van ezzel a világgal, hanem a kettő között ide-oda oszcillál a világ. Na most, Gyuri, és ezt lehet érzékelni? Az idő, azt nem lehet, az olyan gyorsan történik, hogy ezt nem lehet érzékelni. A mozgást igen, mert amikor te kinyitod a szádat, akkor ugyanott ül még egy jutka egy másik fotelbe, az a másik fotel antianyagból van, és egy antianyag jutka ül ott, aki mindenben tükörképes, mint te, minden tulajdonsággal tükörképes, ellentéte a te tükör tulajdonságaidnak, és ti egymást mozgatjátok. De ez, tehát ez egy lény ez. Én úgy érzem, hogy ezt érzékelem. Jó. És hogyan tudnám bizonyítani, hogy én nem ő vagyok. De amint látom, szólt közben Stubbs, ez a sziget lakatlan, persze önön és talán a bátyja urán kívül. Kivel üzheti akkor a tréfáit? Pontosan ez az oka, magyarázta a Nyözöpisz, hogy ennyire távol élünk most itt a világtól. Nagyon nehezemre esik ez, mert én alapjában véve kifejezetten társas lény vagyok. Ám régebben, amikor még más helyeken, más emberek között éltünk, a helyzet egyszerűen elviselhetetlen volt a számomra. Néhányszor börtönbe is vetettek olyan dolgokért, amelyet nem én követtem el, hanem a testvérem. De ezt nem lehet tőle rossz néven venni, mint hogy az én létezésemről nem is tud, kivéve, ha véletlenül nálam van, amit viszont én nem veszek észre. Jaj, de jó. Nem tudnának egymásról elválni, kérdezte Stubbs, hogy ez az ön nehéz sorsán könnyítsen? De hogyan? Kiáltotta Nyözöpisz. Mondja, hogyan? Azon kívül. Mégiscsak szeretem őt, hiszen a testvérem, és az egyetlen hozzátartozom. Magyarázza, hogy hozzátartozik, a test szereti, de nem is tud a létezéséről, mert vele egyszerre soha sincsen, tehát nem látják egymást, és mégis tudja, hogy van. Tehát ez egy ilyen érdekes történet. Ja, sohajtos Stubbs, akkor nem tudok önnek semmilyen tanácsot adni. Látja zokogva Nyözöpisz, nem is lehet. Egyedül kell elviselnem ezt a sorsot, hisz testvéremnek ez sor sokkal derűsebb oldala jutott osztály részül. Egyébként, ha találkozna vele, egyetlen szavát se higgy el. Velem ellentétben az igazságot soha nem veszi, szó szerint helyesebben szólva hazudik, mihelyt a száját kinyitja. Tehát virtuális. De ő is virtuális, mert ezben az érdekes. Csak ez itt még nem most nem derül ki. De mert ők nem egyszerre léteznek. De mit is beszélek itt? Teljesen értelmetlen. Ilyen intelemmel bocsássam útjára önt, mert ön velem együtt ezt a beszélgetésünket is el fogja felejteni, amint elválunk egymástól. Figyeljen ide, tehát ez a megvilágosodás, az egyhegyűség állapota, ha egy picit figyelsz. Igen, elhagyja, elfelejt mindent. Amikor a megvilágosodás állapotába kerülsz, akkor gyakorlatilag mindent tudsz a világról,
mindent. Egyszer. Szóval olyan dolgokat, amit most nem tudsz, mert azt mondom, hogy mit tudom én nem tudom a kémiát, most mondjuk. Utálom. Úgy tudod a kémiát, hogy az összes kémikus egyszerre mind te vagy, tehát úgy tudod a kémiát, azt is, amit még föl se fedeztek, azt is mindent tudsz, tehát mindent tudsz róla, amit csak a kémiáról tudni lehet, mert te vagy az összes kémikus az egész világ egyetemben, nem a Földön, hanem az egész világ egyetemben, az összes kémikus. Tehát az egyhegyűség állapotában te a minden tudás állapotában vagy. A baj azzal, avval kezdődik, amikor elhagyod, mert mindent elfelejtesz. Tessék, parancsol. Mert még az, hogy ő hazudik, tehát a párja hazudik. Mert én mondom az igazat ennek a rendszernek, tehát az az ellenpárja a hazugság, tehát nekem az a hazugság. Igen, de ő neki meg ez? De ő neki meg ez. Hogy itt is az ellentétek. Ott is az ellentétek vannak, mert az anyagnak az antianyag pusztító de nekem ő az antianyag, ő neki meg én vagyok az antianyag. Tehát az ő szavai vagy kiáradása, az hazugság, tehát nem az, amit én mondok. Igen. Mert minden ellenkező. Azt mondja, figyeljen ide, mondta Stusz, akinek lassan elege lett a vendéglátója szüntelen obégatásából. Van egy ajánlatom. Jöjjön velem a hajomra, és kísérjen el felfedező utamon. Nyőzőpiszt rémülettől dermedten nézett rá, és az én szegény testvéremet hagyjam itt egészen egyedül, anélkül, hogy valaki felelősséget vállalna érte. Hogy képzeli ezt, uram? Ő is velünk jöhetne, ajánlott a Stubbs. Tudná szavatolni, hogy valóban meg is teszi? Stubbs egy kicsit gondolkodott, aztán megrázta a fejét. Nem, ha a dolgok valóban úgy állnak, ahogy ön leírta, ez bizony soha nem lehetne tudni. Na ugye, vágta rá Nyőzőpisz. Ön is látja, látom, mondta Stubbs, és felemelkedett a helyéről, de most sajnos mennem kell, várnak rám a hajón. Köszönöm a vendéglátást. Hová is utazik? Kérdezte Nyőzőpisz nyilvánvalóan azért, hogy a búcsút még valamennyire késleltesse. Expedíciót szervezünk, magyarázta Stubbs, hogy titokzatos Badaria országát keressük. Mindazok után, amiket hallottam, meglehetősen közel kell már lennünk hozzá. Nyőzőpisz bólintott. Közelnek talán közel, de soha nem fog oda jutni. És miért nem? Ezt az én kedves testvéremtől, Nózipusztól kell megkérdeznie. Minden esetre jó utat kívánok, uram! Kezet ráztak, és Stubbs igyekezett kijutni a kunyhóból. Nem lévén többé az az út, amelyen a hegykupról lefelé, ami a hegykupról lefelé vezetett volna, akár akarta, akár nem, kénytelen volt vállalni a fáradtságos leereszkedést a sivár, repedezett kőtengeren át. Ferdén haladt a hegyoldalon, mindig spirálvonalban az ultramarinkék hegy körül, minthogy lefelé vezető egyenes út túlságosan meredek lett volna. Egy idő után elakadt a lélegzete, és a hideg veríték vertek ki a homlokát. Leült, visszanézett a csúcsra, és észrevette, hogy mögötte, amerre jött, egy út keletkezett. Kanyarokkal írta körül a hegykupot, pontosan addig a helyig, ahol most ül. És itt megszűnt az út. És előtte nem volt más csak, mint a töredezett szikla. Amikor végre a hegy lábáig jutott, épp arra a helyre ért, ahol a két irányú útjelző állt, csak most bal felé nyílt egy út, tehát abba az irányba, amelyen a felirat szerint Nózipuszhoz lehetett menni. Stubbs csöppet sem csodálkozott ezen, mert jól emlékezett, hogy éppen tőle jön. Tehát ez benne az érdekes, ugye nem a Nyőzőpisztől jön, hanem a Nózipusztól. Hogy éppen tőle jön. Roppant mulatságos találkozás volt, és magában még mindig kuncogott rajta. Csupán egy röpke pillanatra találta szokatlannak, de nem jött rá, hogy miért.
megrántotta hát a vállát, és a kis csónakjához visszatért a hajó. Kis csónakjában visszatért a hajóhoz. A kapitány, ahogy az út kezdetétől fogva tette, még mindig ott ült a kajütjében, és terjedelmes regényét írta egy kapitányról, aki könyvet ír egy kapitányról, aki könyvet ír egy kapitányról. A hajó rakterületét már eléggé megtöltötték a papírkötegek, de a hatalmas eposz végét egyelőre még nem lehetett látni. Mikor Stubbs belépett, ez is ugye az időről szól, ugye az egymásba ágyazott rendszerekről szól, hogy egy kapitány, aki egy kapitányról ír, aki egy kapitányról ír, tehát ez is egy egymásba ágyazott időrendszer, ha belegondolsz. Már nem sok van belőle, ez már az utolsó, igen, itt a vége már. Mikor Stubbs belépett a könyvet író kapitány, egy pillanatra feltekintett vastag kéziratából szórakozottan köszönt, és ezt kérdezte, na, milyen volt? Nagyon szórakoztató, válaszolta Stubbs. Először is felmásztam egy hegycsúcson lévő kunyhóhoz. Az ajtajára ki volt írva, hogy Nosipus, de most éppen nem vagyok itt, keresd meg. Beléptem, de valójában senki nem volt otthon. Vártam egy ideig, aztán kimentem, és megkerültem a kunyhót. Találkoztam egy emberkével, de vedd észre, hogy és megkerültem a kunyhót. Ennek lesz jelentősége, hogy ő egyszer körbe kellett, hogy járja a kunyhót kívülről. Tehát ez az oszcilláció lényege, hogy az hol az egyik járja körül a másikat, hol a másik az egyiket. Ez egy teljes. Na igen, na úgy ért, hogy egy, igen, körülkölötte, körüljárni, hogy úgy tudja, hogy teljesen körbe forog. Az ajtója kijött, ki volt jövő, nem, beléptem, vártam egy ideig, kimentem. Ezért találkoztam egy emberkével, a tulipiros öltözetet visel, ugyanolyan színű cilindert a fején, és óriási bajuszt. Tetőtől talpig csengetjük, csilingeltek rajta. Ugrándozott, nevetett, és azt mondta, tehát vedd észre, hogy ugrándozott, nevetett, nem siránkozott, ez nevetett. Nevetett, és azt mondta, hogy alig, hanem nyőzőpiszt keresi, ugyebár uram. Rábólintottam, ekkor a gyönyörűségtől a combját csapkodta, és így kiáltott. Na, remekül felült a viccemnek, mindenki felül neki, aki lenn az útjelzőt olvassa. Tudja meg ugyanis, uram, hogy ilyen nyőzőpiszt egyáltalán nincs is. Hiszen csak észrevenném, ha rajtam kívül még más is lakna itt fent a lakja itt fent ezt a kunyhót. Egyedül élek itt, és ezt az egészet, a nyőzőpisztet csak úgy kitaláltam pusztán tréfából, vagy látta őt netán? Nem, ugye nem? Úgy-úgy, mondta a kapitány, nagyon érdekes, és folytatta a regényírást. Stubbs végig simította az állát, egy kicsit elgondolkodott. De ez a Nosipus mondott még valamit ám tűnődött. Mi is volt az? Igen, már emlékszem. Bolonddá teszem az embereket, nem kell törődnöm vele, esetleg egyszer balul üt ki a dolog, mert valaki nem érti a tréfát. Ön tehát most azt gondolja, hogy mert ez a nyápi szalag megengedhet magának ilyesmit. De nézze, uram! Éppen az a remek, hogy nem kell erősnek lennem, mert hogy én, ez ennek is nagyon fontos jelentősége van, hogy az erőt emlegeti, hogy neki nem kell erősnek, fizikailag erősnek lenni. Tudnék, amit én léteztetek, azt én befolyásolom. Tehát az benne a bolondéria, hogy egy fénykvantum mondjuk az egész naprendszer tudja keringetni. Ez az egy fénykvantum a napban lévő napisten. Ez az egészet tudja keringetni. Az összes bolygót, mindent tud keringetni. Nem csinál ő semmilyen erőhatást. Nem kell erősnek lenni, mert ezt gondolják, hogy ott erő kell. Nem kell hozzá erő, csak mindig arra helyezi az összes atomot az időben. És ettől létrejön a rendszernek a mozgása. Mindig arra teszegeti, mindig egy picit arra teszegeti. Nem fejt ki semmilyen erőt, hanem időben mindig arra teszi, hiszen ő maga az idő. És miután ő az idő hullámaival mindig arrább és arrább rendeli ezeket az atomokat, ezért az egész
forog, kering, csinálja a dolgát, de közben ő nem csinál semmit, csak arrább létezteti, arrább, mint képet. És ha a képet arrább teszi, természetesen az egész rendszer csak kép, akkor az egész rendszer működésben van. Tehát nem kell neki semmilyen fizikai erőnek létezni ahhoz, hogy a hatalmas nagy erők jöjjenek létre, amit mi erőnek gondolunk. Hát ez benne a fantasztikus. Azt mondja, most például elemelhetném az egész pénzét, és halvány sejtelme sem lenne róla, mert mire emlékezik rám, túljárok hetet hét határon. Ugye milyen remek? Micsoda ostobaság, mormolta a kapitány szórakozottan. Hát persze, hagyta rá Stubbs, és keresgélni kezdett a zsebeiben, de nem talált bennük semmit. Pedig hát a pénztárcáját előzőleg a kabátjába dugta. Magával hozta a fickót a hajóra? Kérdezte a kapitány. Stubbs elgondolkozva merett maga elé, és így szólt. Ezt én is szeretném tudni. Hagyjon most dolgozni, dörmögte a kapitány, hamarosan lezárok egy fejezetet. Stubbs kilépett a fedélzetre, a kormánykeréknél Galli Mátyás, az óriás állt. Horgonyt fel, kiáltotta neki Stubbs. Menjünk tovább. Milyen irányba? Kérdezte a kormányos. Két vonal, dél, észak, kelet, nyugat, parancsolta Stubbs. Ajjaj, szír, válaszolta az óriás Galli Mátyás. Hogy két vonal? Két vonal, mert az, ezek ilyen, ilyen hajós irányzékok, tehát vonalba határozza meg a nagyon finom irányzékot. Két vonallal menjünk, de hát ugye azt mondja, hogy dél, észak, kelet, nyugat. Dél-észak-kelet-nyugat, ez térkereszt. Dehogy, hát mind a négyet belemondtam. Minden négyet belemondtam, mind a négy irányba menjünk egyszerre. Igen, azt mondom, hogy térkereszt. Vagy egy kör. Vagy egy kör, igen. Ugye? Vagy egy teljesen körbe. Aki a parancsot, hogy, és hogy két vonallal kell neki mindig. Hát két vonal a térkereszt. Sem, erre sem. Na jó, hát te egyenesbe gondolkodol, nem, de, ez a vonal, de ez a vonal nem ilyen vonal. De igen, de az minden irány, és ha ezt körbeírom, az egy gömb. Igen. Na de te térkeresztre mondtál, ja? Úgy térkereszted, keresztről itt nem nagyon beszéltünk, de nem valóban kereszt, egy térbeli valami. A térbeli keresztre. Igen, igen. Tehát kiadja az utasítást, hogy menjen körbe, vagy gömbbe, vagy mit tudom én, micsoda, és akkor fújja a fejét a kormányos, vagy na most akkor hogy? Mert az a négy irány. Igen. Tehát milyen érdekes, ugye elmondta, hogy a fönn a kis jurtába lakik az Isten. De ez, akivel találkozott, ez maga az Isten, vagyis inkább a Teremtő. És a Teremtőnek az egyik fele a másik feléhez képest hazudik. Ugye, mert ezek egymásnak az ellentetjei. De nem úgy kell ezt érteni, hogy az egyik gonosz, a másik jó, hanem az egyik a másiknak gonosz. Nem tud megmaradni benne. Ők egymást nem is látják. Nem látják, hiszen ő egy kettős oszcillációval jött egyáltalán a kiáradásba, a létezésbe. Amikor egyszer már megjelenik a létezésben, akkor egy ilyen ide-oda oszcilláló forrás lesz, ugye? Két ilyen almaszerű felület, ami 90 fokba áll egymásra és felváltva léteznek, és ez az a valami, ami minden szent íráson, minden, ott vannak ezek, tehát ez minden ilyen ábrázoláson ott van, pláne mennél régebbi, annál inkább ott van. Láttam már például ilyen bantu négereknek a pajzsán, na, meg ilyeneken. Tehát, hogy a vége észak-dél-kele, az pontosan a gömbnek a felülete. Az pontosan a gömbnek a felülete. Azért ment körbe. Azért ment körbe, igen. Így kell behajózni. Hát ugyanott jár, tehát tehát attól kezdve ő körbejár, egy időhorokba került a hajó, igen, és akkor elkezdett, azt ismétli a végtelenségig. És azért mondta, hogy nem fogja felfedezni. Soha. Mert hogy a végtelenségig fog körbejárni utána a sziget körül. Tehát ő a sziget... Ez a bindu. Ez a bindu, igen. Ez a bindu. Igen. De egészen fantasztikus, egészen fantasztikus nekem ez az, hogy valaki erre már rájött. Bizonyára az van, hogy az Isten
rendszeresen kiválaszt valakit, és újra és újra és újra makacsul leadja a tananyagot, hogy egyszer majd csak elkezdik megérteni. Vagy a kiválasztó. Vagy az NDS egy kiválasztott volt, az a lényege, hogy folyamatosan vannak ilyen kiválasztottak, akik kiválasztják. Nem tudom, hogy mikor halt meg ez a... mikor jelent ez a könyv meg? 96-ban jelent meg magyarul. 94-ben jelent meg Wien, Bécsben. Tehát, és egy csomó könyvet írt, ilyen mesekönyvet, és az idő szerkezetét leadta az Isten így, mesekönyvbe. Tehát 94-ben jelent meg, de hát ez már 90-es évek elején. Akkor kezdtem én is vastagon ezzel dolgozni. Hát akkor kezdtem nagyon dolgozni vele. Hát először a téridőt, mikor 84-nek a Mikulásán rajzoltam le. Jól. Már ilyen firkálást csináltam a Mikulás előtt, de Mikulás előtt két nappal rajzoltam le, vagy egy nappal rajzoltam le egy ilyen naptárnak a hátuljára. Ilyen nagy fali naptárnak a hátuljára. Akkor rajzoltam le először a téridőt. Hát persze, mert ebben bújik meg a lényeg. A lényeg az mindig ott van közkézen, mindenki ismeri a lényeget, rajta jársz, tehát benne van a szőnyeg mintában szőve a megfejtés, ott van előtted, csak te valami egetföldet bonyolult dolgot keresel, az közben ott van végig. Itt ki van rakva a faragványokba, szépen ki van rakva, hogy hogy működik a Szentlélek, tehát ki van rakva csak, hogy mit keres valami bácsit, vagy valami olyasmit keres, amit már a többiek is próbálkoztak, de hát a megoldás nem arra van.